Legkésőbb szeptember végéig kell megkapniuk a forint hiteleseknek bankjuktól az elszámolásukat tartalmazó levelet, amelyből kiderül, mennyivel csökken a törlesztő részletük, vagy mennyi pénzt kapnak vissza. Augusztus elejétől a forint hitelesekkel és a ténylegesen devizában törlesztőkkel folytatódik tehát a banki elszámolás. Augusztus 1-én elkezdődött és szeptember 30-áig tart a forint hitelesek elszámolása. A Magyar Nemzeti Bank adatszolgáltatása szerint mintegy 3,5 millió elszámolási kötelezettséggel érintett forint és mintegy 16.900 ténylegesen devizában törlesztett hitelszerződés van. Ezek a számok azonban még változhatnak, tekintve, hogy magukban foglalják a bankok által indított perek és a Magyar Nemzeti Bank közérdekű keresetei által érintett követeléseket is. A most visszajáró összeg számszerű becslése nincs a központi banknak, de a tavaszi visszatérítési összeghez képest, ami 740 milliárd forint volt, annak töredéke lehet csak a hátralévő szerződésállomány elszámolása során visszatérítendő összeg. Arról is lehetett hallani, hogy a kormány rövidesen forintosítaná a gépjármű hitelesek és a személyi kölcsönt törlesztők deviza alapú tartozását. Arról azonban még csak találgatások láttak napvilágot, hogy mikor és legfőképpen milyen árfolyamon tehetik meg mindezt. A devizaszerződések száma meghaladja a 200 ezret. Pénzügyi témákban állandóan segítségünkre van Mészáros Rinaldó. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kiknek és mit számolnak el a bankok most szeptember végéig? Hát azoknak, akiknek még nem számoltak el, tehát akik vagy valutában, devizában vették fel a hitelüket, és abban is törlesztik, illetve azoknak, akiknek forint hitelük volt, azoknak a szerződéseiket nézik át mindenkinek most ebben a néhány hónapban, és amennyiben találnak olyan szerződésmódosítást, amit a bank egymaga, az ügyfélel nem konzultálva tisztességtelenül emelt, akkor ezeket térítik vissza, ugyanúgy, mint a devizahiteleseknél, most a forint hiteleseknél is visszatérítik. Tehát a forint lakás alapú hiteleknél. Tehát a forint hiteleseknél is megtörténhetett az, hogy a bank egyoldalúan kamatot emelt, és olyan díjakat, költségeket számolt föl, amit egyébként már visszafizettek a bankok a devizahiteleseknek. Tehát itt a forint hitelesek is vagy visszakapnak, vagy akár még a törlesztő részletük is alacsonyabb lehet. Ugyanúgy fog működni, mint a deviza hiteleseknél, ahol lehet, ott beépítik a törlesztő részletbe, akinek lejárt a hitele, vagy most jár le, azok megkapják vissza készpénzben a tisztességtelen fölszámított összegeket. Ugye tavasszal volt egy nagy forintosítás, ez a deviza hitelesekre vonatkozott, természetesen elsősorban a lakás célú hiteleknél volt ez jellemző, mert hogy mint a bejátszásban is szerepelt, gondolkodnak azon, hogy az autóhiteleseket, vagy a személyi kölcsönt felvetteket is mentsék. Visszatérve tehát a kérdés első részére, a korábbi elszámolás után létezik-e az, hiszen hallhattunk arról, hogy valakinek magasabb lett a törlesztő részlete? Hát elvileg ilyen, mert nem fordulhatott elő, mindenhol alacsonyan vagy ugyanannyi kellett legyen a törlesztő részlete, az egy nagyon nagy tévedés lehetett, hogyha valakinek magasabb lett a törlesztő része, akkor nagyon el lehet számolni annak idején, és most addig kevesebbet fizetett. Tehát elvileg mindenkinek csökkennie kellett, vagy visszakapott. Akkor azt kérdezem, hogy lehetnek-e olyanok, akik elégedetlenek a forintosítás után a törlesztő részletekkel? Tehát természetesen lehetnek olyanok, akik elégedetlenek. Nagyon sokféleképpen folyosítottak annak idején deviza hitelt, illetve akkor csináltak olyanokat, hogy LTP-t fizettettek 8 éven keresztül, és eddig a mai napig is még csak kamatot és költséget fizet, még egy forintot, ugyanannyi tőketörlesztése van meg jelenleg, mint amennyi volt 8 évvel ezelőtt. És most kezdi majd most idén vagy jövőre csak a deviza hitelét törleszteni, és ezek bizony nagyon nagy számok. Konkrétan fölvett 5 milliót, lehet jelenleg a tőketartozása 9 millió forint. Ugye 2015-től, tehát ez évtől nagyot fordultak, vagy változtak a banki hitelfelvétel szabályai, a fair bank törvényre gondolok elsősorban, hogyan és miként változtak meg a banki hitelek a kínálati oldalon, és a hitelfeltételek is hogyan változtak meg. Tehát nem akárki vehet most már fel hitelt. Két dolog változott alapvetően. Egyik az, hogy már csak magyar forintban lehet, ami jó dolog. A másik dolog az, hogy 25 év után eljutottunk odáig, hogy a jegybank minimalizálta a
jegybanki kamatot. Ez 90-es években még 22% a puskázban itt van nálam kinyomtatva, és elértünk odáig, hogy jelenleg a jegybanki alapkamat 1,35%. Nem ez a lényeg, hogy 1,35%, hanem a jegybank elnöke és a monetáris tanács bejelentette, hogy ezen a szinten hosszú távon megállunk. Tehát se fölfele, se lefele nem fog menni a jegybanki kamat. Lefele biztos, hogy nem fog, mert ezt ők bejelentették, fölfele ha kibírja a költségvetés és a Nemzeti Bank, valószínűleg nem fognak emelni. Ez a kereskedelmi bankok számára azért jó, mert hosszú távon kiszámítható. Nem csak a banknak jó, ez az állampolgárnak is. Tehát pontosan tudja, hogyha ugyanennyi a jegybanki kamat, akkor 5-10-15 éven keresztül mennyi törlesztő részletet tud, ami egy alacsony törlesztő részlet. Tehát ha belegondolunk abba, hogyha a jegybanki kamat 1,35, akkor a kereskedelmi banki kamat is ilyen 4-5%-on áll meg, és aláírok egy szerződést, akkor fixen ennyi valószínű a hitel lejáratának a végéig. Tehát itt az, hogy nagyon alacsony, meg az, hogy megbízható, hosszú távon megbízható a jegybanki alapkamat. Ez nagyon jó a lakosságnak, a befektetőknek, a külföldi befektetőknek, a vállalatoknak, mindenkinek. Igen, másrészt arra is gondoltam, hogy a bankok részéről is van egyfajta adósságfék, tehát jobban megvizsgálják azt, hogy a hitelt felvevőnek milyen adósságai vannak, fizet-e banki törlesztő részletet, hová, mennyit, és kalkulálnak, hogy ki az, aki hitelképes lehet. Ha egy kicsit tovább lépünk, annak ellenére, hogy ilyen jó a jegybanki alapkamat, és ennyire szabályozott a hitelfelvétel, hallani arról, hogy továbbra is vannak esetek, amikor elég magas az a bizonyos THM. Mikor, milyen esetekben lehet ez? Hát ez általában személyi hiteleknél, vagy áruvásárlási hiteleknél magas, a bankoknak is magas, és vannak olyan szervezetek, akik erre szakosodtak, viszont nagyon sok ilyen szervezet, nem akarom megnevezni őket, akik már a piacon vannak 10-20 éve Magyarországon, viszont ezeknél a szervezeteknél, akik pénzt adnak, nagyon sok nem kér fedezetet, nem kér ingatlan fedezetet, nem kér munkára, nem kér keresetről fedezetet, nem kér kezest esetleg? Kezest, semmit nem kér, viszont egy nagyságrendel magasabb kamattal adja a személyi hitelét, vagy az áruvásárlási hitelek is, amiket a nagy multiáruházaknál föl lehet venni. Javarészt úgy van, hogy az első évben kamatmentes, de a második, harmadik, negyedik évben már viszonylag magas kamatot kell fizetni. Itt nem ritka a 15-20-30%-os THM sem, amíg végigérünk a visszafizetése. Azért erre oda kell figyelni, azért is beszéltünk erről. Nagyon fontos az, hogy a lakossági hitelezésben a következő időszakban a lakáshitelek piacán lehet, vagy létezhet élénkülés, mégpedig az új Szocpol júliustól életbe lépett. A bankok hogyan reagáltak első körben? Már csak rövid időnk maradt erre. Hát ezt a Szocpolt úgy hívják, hogy CSOK, családi otthonteremtési kedvezmény. Ezt július 1-től már hatályba lépett, bankok nagyon jól fogadták, ezt a lakosság is nagyon jól fogadta. Egy a lényeg, hogy 3 gyerek után már közel 2 millió forintot kap az államtól állami támogatást formájában, de nem úgy működik, mint a régi rendszerben, hogy egy gyerek is fix összeg, hanem itt településtől, térségtől függ az épület az ingatlan nagyságától. Lényeges, hogy használt lakásra is föl lehet venni, és számít az energiabesorolás, az épületek, az ingatlannak az energiabesorolása, a szobák száma, a fekvése. Tehát ez egy elég bonyolult képletből lehet kiszámolni. A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjára letölthető, azon itt előttem, ez egy tizenvalahány oldalas iromány. Érdemes végigolvasni annak, aki szeretné ezt igénybe venni. Lényeges az is, hogy meglévő gyerekre és vállalni is lehet gyereket, meg emlékszem, hogy 8 évre kell teljesíteni ezt a részt. Tehát, hogyha vállalok, most van egy gyerekem, és még 2 vállalok, akkor ezt, erre is igénybe lehet venni ezt a CSOK-ot. És ez borzasztóan élénkítette már a lakáspiacot. Budapesten odáig jutottuk, hogy fiatal építési lakás már nagyon kevés van eladó, így Nyíregyházán is megfigyelhető, hogy élénkül a lakáspiac, tehát a 6-8 éves pangás után lassan megindul az új lakások és a
használt lakások. És élénkül a lakásvásárlásra a hitelfelvétel is, éppen azért, amiről beszéltünk, hogy egy ilyen jegybanki alapkamatnál kiszámíthatóak a kamatok, a kamatperiódus, vagy akár 15-20 évre fix kamattal és fix törlesztő részlettel és is igényelni lehet a hiteleket. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, folytatni fogjuk ezt a beszélgetést. Én köszönöm, viszontlátásra.